Isti! A videót a notebook.hu támogatta. Link lent. Na szervusz, ugye itt vagyunk a következő Eurotruck Simulator 2 gameplayünkben. Ismételten egy idióta dolgot fogunk vinni, de hát ugye megszokhattátok már. Baobab fa. Nem tudom, mond-e valamit, gyerekek. Ez ilyen 30 méterre megnövekedő, 30 méterre is képes megnőni fa. Ezt szépen megfogalmaztam. Ausztrália környékén, őshonos, Afrikában, Madagaszkár, ilyen helyeken. És tudni kell róla, hogy nagyon szeretik az emberek, gyönyörű, szép, a legmagasabb 45 méter magas volt, és 15 méter átmérőjű. Tehát kurva nagy. Jó, na most vár ránk egy ilyen ezen a telepen. Ez egy fa megmunkáló helyiség, úgyhogy ez most így nekünk vár ránk. Hát kíváncsiak a dologra abszolút-e. Incsuk be a motort. Jó, szépen. Fényt is kapcsolunk, legyen nekünk mindenünk szépen, nyomunk egy ilyen izét, vészjelzőt, sebességet, igen, és hát ott van a kicsike, tehát nem picike, maradjunk annyiba, jó? Tehát ez az, tehát hogy így, Jesus fucking Christ, ez hatalmas, ez orbitális nagy, hogy fogom ebből a telepről kivinni, fogalmam sincsen, hát megpróbáljuk a legjobbat, jó? Akkor ráállunk szépen. Nézzük azt az átmérőt. Atya Isten, jó? Szépen hátramenetbe kapcsolunk. Aztán rámegyünk. Így, né. Igen. Igen, ez ennyire ki fog lógni végig. Tehát a tükör az így engedd el kategória. Kapcsolunk kis tükröt magunknak. És gyorsan megmondom nektek, hogy hogy néz ki a meló. Hogy hova visszük ezt a cuccot, ugye? Kérlek szépen, Hamburgban vagyunk most, és St. Bildersbe megyünk. Hamburg St. Bildersbe megyünk, azt akartam mondani. Szóval nézzünk egy mappet nagyon gyorsan. Hát ez lesz a mi kis utunk. Hát remélem, hogy nem lesz semmi baja most a kamionnak ettől a súlytól, bár simán egyébként el tudom képzelni, lesz valami. Bremen, Osnabrück, Bremen, és akkor Hamburgba el fogunk jutni. Szóval autópálya lesz a legtöbb része, ahogy nézem. Nem lesz szerintem tré, meglátjuk, legyen utunk, legyen jó utunk. Ugye most az a része jön a dolgoknak, hogy innen valahogy, mindig elrontom, minden valahogy kiussunk a francba. Jó, hát megnézzük. Na, akkor elindulunk mondjuk így, be fog akadni a vége, elindulunk erre. Igen, és akkor teljesen áttekerem, aztán meglátjuk, hogy kiférünk el az Audi. Ott az Astra! Jaj, az egy kis Astrám! Jó, ezt akkor már is nyomjuk a... Igen, kicsit be kell törni, az a baj, muszáj betörnünk, mert látjátok, hogy mutatom kívülről, hogy Jézus Isten! Mutatom kívülről, hogy ekkora helyünk van, tehát nem nagyon tudunk máshogy kimenni. Ez egyetlen opció. Úgyhogy, igen. Te egy picit meg kell törni sajnos. És akkor elvileg ki fog jönni. A cucc, kívülről mutatom, hogy mi történik. Oh my god! És ez egy tök jól eljön így amúgy. Jó, visszakapcsolom, hogy... Aha, nagyon jó, nagyon jó! Az első akadály megvan, ki tudjuk nagyjából gurítani ebből a telepről. Úristen, baobab fa bakker. Na. Oh, jó, hosszú, nézek hol a véget, egy szent szar. Jó, itt megint nagy ívbe fogunk ráfordulni a kijáratra, gondolom. Szépen ki tudjunk menni. Aha. Így szerintem el kell, hogy jöjjön a cucc. Nézzük. Aha, ott benne akadjon a ereszbe, hallod? Ó! Azt kiszámoltam, haver! Jó. Visszakapcsolom. Be fog akadni egy kicsit a falba, nem? Aha, jó. Akkor vissza. Tartunk vissza szépen. Nem baj, figyelj, nem baj. Nem történt nagy dolog, még lehet balrább vinni. Az a feladat, még balrább tudjuk hozni, bőven van helye erre, ki jön. Itt rámegyünk a fűre, nagyon fogunk neki örülni, így, ni. Nagyon király, és már itt se vagyunk, jó? Megyünk egy jobbost. Jesus, gyerekek, Jesus! Nem kicsi? Ha tetszik a videó, nyomjatok egy lájkot! Mindenféleképpen, és akkor jó, hogy a szimulátorban visszünk egy csomó dolgot. Hát ez valami bivaj nagy. Nézegettem a többszörös, kinevjük a táblát, nincs is tábla, jó. Na, a Merci is létszik össze, jó.
Tehát, hogy próbálgattam a többszörös trélereket is, hát találtam 5-öst meg 6-ost, de az mindig be volt bugolva, úgyhogy picit több időt kérek ne rá, mert általában az a telik az időim egyébként, hogy leülök ide csak, és akkor ugye, mit nézek valami videót mellé, ami nem hozzá kapcsolódik, tehát mint a farmulásnál általában én ilyen podcasteket, meg ilyeneket szoktam nézni, vagy hallgatni, és közben előre ugye belövöm a dolgokat, ugye elmentem a helyszíneket, ne kelljen olyan videózás, ne ezzel majd foglalkozni, ne ezzel menjen az időm, és ugye ezt a Bauab fát, ezt nagyon könnyű volt berakni, leírásba egyébként ezt a modot is berakom, hogy ez is egy mod, és próbáljátok ki, mert nagyon tetszik nekem a visszajelzések, amikor kipróbáltuk egy ilyen modot ilyen videók alapján, és mondjátok, hogy mennyire fasza, és ezt így mindenképpen örülök neki, úgyhogy ezt így tartsatok meg a jó szokásokat. És hogyha nem próbáltatok még ki a Bauab fát, akkor próbáljátok ki, mert bődületesen nagy, a kamionos nem szarakodik sokat. Jó. Elfértünk itt is. Fú, gyerekek, közben megnézzük nagyon gyorsan, real quick, hogy 5 óra 18 percet ír még egyébként a GPS. 300 km-re megyünk egyébként, úgyhogy nem vészes a dolog. Ezt nem vészes az út. És a kamion az jól bírja. Benzinünk az még van. Benzin, hát gázolaj, üzemanyagunk még van, inkább így mondom. És hát szépen tudjuk csapatni neki. Remélem nem lesz fennakadás, nem szeretném. Szóval mondom, ez a mod ez nagyon faszán meg van csinálva. Például ugye a több traileres verzió, val az a baj, hogy nagyon sokszor olyan helyre, ezt mondtam már itt a videókban, nagyon sokszor olyan helyre teszi be ezeket a trélereket, meg úgy teszi be ezeket a trélereket, hogy így felbagoltatja őket egy kerítésre, meg így, meg úgy, meg amúgy, nagyon nehéz. Viszont küldtetek már képet nekem e-mailbe valamelyikőtök, hogy neki sikerült összedni egy ilyen 6-osat is ebből, ugyanabból a modból, ami nem semmi, nekem még nem sikerült. Úgyhogy arra még várni kell egy kicsikét, de azt nagyon szeretném, hogy csinálj egy 6-osat is mindenképpen. Na, itt megyünk, jobb, itt megyünk jobbra, jó. Igen, majdnem benéztem, azt mondom, tovább kell menni egy pillanatra. Oké. Hát jön a pót, látjátok, hogy le kell menni néha az útról, muszáj lemenni. Muszáj lemenni, mert nem bírja. Egyébként időközben megvásároltam az American Truck Simulator játékot is, amire nem nagyon voltam kíváncsi egége sokáig, de most úgy voltam vele, hogy megveszem, mert mégiscsak egy új map, úgyhogy ha arról is szeretnék videót, akkor azt is mindenképpen jelzitek kommentben, ahhoz is van egy csomó fajta mod, már láttam csomó őrült, túlméletes cucc, és mégiscsak Amerikában tudunk nyomulni, úgyhogy szerintem be fogok adni egy-két olyan részt is nektek mindenféleképpen. Hopp, még nem tudunk kimenni. Aha! Tesó! Te is azt hiszed? Nem vagy semmi haver! Picikét sem vagy elnézve akkor velem. Tudod, hogy mekkora kínszerelés. Basszus, előttünk van ugyanilyen csávó, beszarás! Ilyen is milyen ritkán van már, hallod? Na! Hát ez meglepő, nagyon jó. Akkor nem műjünk az egyetnek, aki ez... Hoppá! Eltűnt! Kész! Ennyi volt! Egy kitörölt a létezésből, hallod? Ha nem volt semmi... Nem baj. Jó, nyugodjunk meg. Remélem, nem kerülünk ki a világba. Egyszer csak most... Képzeld, egyszer csak eltűnél a világból. Ugye semmibe tűnél, így elporladnál. És minden, amit eddig csináltál, az így hamuvá vészi, kész, így vége. De minden, ami körbevesz, amit irányítasz, ami rajtad van, ruha, ami tárgyaid vannak, egyszer csak így eltűnnek a francba, kész. Nem semmi. Szerencsétlen, hova kerülhetett, halad, milyen dimenzióba kerülhetett? Nem is akarom tudni. Lehet, hogy éppen most így zuhani a végtelenségben egy ilyen hatalmas időhurkon keresztül, meg féregjukon keresztül, és ordít, és közben össze-vissza torzul a gravitációtól a teste. Na, egy picit úgy gondolom, túl gondoltuk ezt a dolgot, semmi probléma, megyünk tovább szépen, amerre kell nekünk. Fél, teljesen rendben van. A gép, fél, megnézzük a izét, nem jelez még hibát. Itt van egyébként megint egy ilyen autó, vagy kamion, ami ezt viszi. Szóval egyébként nem látok hibát. Én azt mondom, hogy rendben vagyunk. Jó. El fogunk férni egymás mellett, hallod? Elférünk. Kicsikét bejebb megyek a sávba. Ó, hibátlanok vagyunk, nagyon jó. Attól féltem egyébként, hogy sokkal jobban ki fog állni a két oldalon a fa. Ugye már az nagyon széles cucc azért. De annyira nem tré, tehát megnézzük kívülről. Úristen, az ez így durva, de... Hát így néz ki. Szóval azért nem... Nem kicsi. Értem, nem kicsi, maradjunk annyiban. De... Visszük. Visszük előre szépen. Mi be kell mennem, srácok. Na, itt most szar volt! Tükörben nem láttam azért a sávot, azt az úgy engedd el. Hogy látszódjon a sáv. Jó, tök jók vagyunk. Kimegyünk. Sávváltáskor azért tré az a fa. Ott azért elég nagy az a fa, maradjunk annyiba. Ott az azért kellemetlen.
Szóval egy-egy baleset simán benne van. De hát nem erre játszunk, hogy balesetet szembe okozzunk. Szépen, itt nekem be kell mennem balra. Á, nem enged be! Ijja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 jj
volt, basszus. Jó, nem baj. Maradhatunk nyugodtak. Minden a legnagyobb rendben, itt be tudunk menni jobbra, vagy ki tudunk menni jobbra. Nagyon jók vagyunk, nem megyünk gyorsan. Lassan se igazából. Jó, jót megy a cucc. Közben gyorsak vagyunk amúgy abszolút. Jó, én szerintem ezt itt hagyom egyébként, ezt a... cuccot. Bár nem, megyen útba. Nem zavar. Jó, ne zavarjon senkit, az a lényege. Ne zavarjon senkit. Jó. Ha ez a súly amúgy tök jó megvirkózik. Egyébként azt akartam megnézni, hogy mi a tömeg ennek a szarnak. Ez 22 tonna. Tehát igazából súlyra nem olyan vészes. Csak orbitális nagy. Azért mondom, általában a legtöbb kamion ezzel meg fog birkózni, szóval ezért nem megy szarrá ez a kamion. Csak tényleg borzasztó nagy. Úgyhogy mondom, ezt csak javasolni tudom nektek, gyerekek. Azért mondom, hogy ez nagyon király. Nagyon király cucc. És az a legjobb benne, hogy tök jó föl lehet venni, tehát tök hamar. Legtöbb városban ott van. Király. Király cucc. Hogy mit fognak vele kezdeni, meg hogy ezzel a fával itt most mit lehet csinálni? Hát bútort gondolom, vagy nem tudom, nem tudom, hogy mi a tervük ezzel a hatalmas nagy fadarabbal. Valami biztosan. Azt mondom, hogy ennek van valami termése, amilyen kemény, jó vagy valami ilyesmi, ennyit olvastam róla. Ilyen kókuszszerű azt hiszem. Amúgy szép fa, tehát nagyon egyedinek tűnő fa egyébként, ami ez a baobab. Nem is tudom, hogy létezik ilyen fa amúgy. De durva, nagyon egyedi cucc. Úgyhogy azért megnézni, hogy mit fognak ezzel kezdeni. De hát nyilván azt sem tudjuk meg. Közben nyilván amúgy eszembe jutott az a dolog, hogy mi van akkor, tehát köztünk szólva, hogy nekem ezzel tolatgatnom kell. Bejátsszuk! Mindenképpen bejátsszuk, tehát nem lesz az, hogy megfutamodunk. Csak hogy így na. Én nem szívesen rutinozgatnék vele, tehát hogy kijön is volt egyszerű a telepről. Illetve bonyolult se szerencsére annyira, de hát csak az egyetlen megoldás volt, ahogy én hoztam ki, és eléggé biztos vagyok benne, hogy ez így, nem tudom, hogy ezt így valójában egyébként ki lehetne ezzel a módszerrel, hogy én csináltam, hozni egy utánfutót egy ilyen, vagy egy pótkocsit egy telepről, hogy ennyire betörni, és akkor úgy majd fordul. Nem hiszem, hogy az abroncsnak jót tesz a pótkocsi abroncsának. Nem tudom. Nem tudom, de jók vagyunk minden esetre. És meg se büntettek minket, még nem megyünk lassan. Amúgy. Ami király. Ami nagyon király. Baromi jól néz ki amúgy. Nagyon durva. Megint megkentük kicsit a sebességet amúgy. 2-13 perc. Nagyon jó tempót megyünk, gyerekek. Iszonyat jó tempót megyünk. Az anyád picsáját, de tényleg. Nem látok semmit a tükörbe, te hülye. Na, itt fogunk lemenni. Hát... nem tudom, hogy fogunk beférni, meg hova. A kollégának be kell engednie. Jaj, nem fogunk tudni kiférni, hallod? Na, kollega beengedett. Jaj, de jó fej. Jaj, de jó az utolsó pillanatban. Jaj, nagyon hiányzott ez nekünk. Azt a mindenit. Jó. Meg vagyunk. Nagyon közel vagyunk már, le kell jönni az autópályára, gondolom lesz egy ilyen bekötő rész. Na, fönn ne akadjon amúgy a szalagkorlátba. A segge az... úristen, jó messze van! Jó. Nagyon jó, és el is férünk. Fasza! Nagyon jók vagyunk. Nagyon jók vagyunk, gyerekek. Tök jól lehetett jönni, nem mértek sehol, nem volt büntetés, nem volt galiba, semmi nem volt. Kimegyünk jobbra.
Semmi nem történt. Gyönyörű ez a hamburgi téma. Nagyon jól néz ki ez a hely. Szép ilyen, szép fás, erdős. Jaj. Nagyon rendben van. Nézd, még... Baromi nem is vagyunk Hamburgnál, de hogy ez a... Tehát már közelébb vagyunk, azért nem maradjunk annyiba. Mindig attól félek, hogy leviszem a táblát egyébként a jobb szélével. A jobb oldala, hogy kiviszi a táblákat meg ilyek, mert hogy közelebb vagyunk azért. A jobb... Tehát, hogy... Na, széles! Maradjunk ennyibe. Hamburg discovered, baby! Beértünk Hamburgba. Hát... De rendben volt. Követni kell a főutat, jobbra kéne menni, most megint a belső sáv. Aha, nagyon jó, hogy te elmész. De jó, hogy elmész jobbra. De akartam kérni, hogy nem akarsz jobbra menni. És de akart! Ezt szeretem. Amikor így egyezik a prioritás. Itt megyünk jobbra. Ahol az ivekós kollega is. Picit átlóg a hátulja. Nem lóg át. Jó, jók vagyunk. Amúgy szép ez a fa. Jól néz ki. De tényleg nem tudom elképzelni, mit akarnak ezzel kezdeni. Meg hogy ilyen állapotba hozzuk egyáltalán, mi annak a miért, hogy így kell hozni. Nagyon egybe kell ez a fa. Jó, discovered, jó. Nem tudom, munka közvetítő. Itt egy balost megyünk. Szerencsére nem kellett egyébként ugye a szerviz sem igénybe venni. Aminek örülök, mert nem volt plusz idő rablás ezzel kapcsolatban. Az átjön, ez azért ki volt ott számolva. Maradjunk annyiban. És itt egy jobbos. Igen. És akkor valahova ide hozzuk, hát nem tudom, hogy hogy kéne beállni. Ott a zsaru. Jó napot, biztos úr. Ez így nem fog eljönni. De jó, hogy nincsen szalag korlát. A tábla. A táblát meg tudom menteni? Álva maradt! Elmaradt a tábla, beszarok. Jó, zsír. Bejövünk. Szépen. Aha. Jó. Na nektek ide minek kell egy ekkora fa? Azt mondd meg, mi ez a hely? Te szent szar. Na. Aha. Hova parkoljak? Na nézzük, hova rakjam? Oda? Meg kéne fordulni, mi? De hol fordulok én meg ezzel a szarral? Jó, meg fogunk tudni fordulni. Van, elég hely van. Szerencsére. Hát így megint így nagyon betörjük, aztán majd eljön az alapon. Ez így túl lesz törve, az a baj. Jaj. Jó. Na erről beszélek, ez így biztos, hogy nem szabály. Ez biztos, hogy ez így valójában ez így nem tud működni, hogy így akkor húzom magam után, és akkor... Hát szerintem szétmenne az abron csarákba hátul. De csak szerintem, hogy én mondok hülyeséget. Na! Így szépen kihozzuk egészen idáig. De most semmit nem látok a tükörbe, hála jó Istennek! Azt tudom, hova kell vinni amúgy. Oda látom már, aha. Csíha. Csíha, hát tükörből hallott semmi. Uha. Azzal még mehetünk. Aha, most kezdhetjük el kicsit talán. Még nem. Hú, de csalóka, olyan hosszú szar. Hát... Nem a legjobb. Hát, de nem rossz az. És merre kell szednem? Várjál már. Tehát semmit nem látok. Skip, ja jó, nem akarom átlépni.
Szerintem ezt nem is fogom tudni lerakni amúgy, annyira hosszú. Tehát, hogy... Szerintem mindjárt beakadunk amúgy a kerítésbe. Ready to... Ennyi? Le tudom rakni. Na zsír, kézifék. Szépen izé. Jó, meghoztuk gyerekek, megvan. Excellent baby. 4 óra 59 perc volt. Teljesen jók vagyunk. Hát izé ennyi pénz. 13.000 euró. Van annál jobb is azért, de tök fán volt egyébként. Gyerekek, hogyha tetszett a videó, leírásban egy csomó inget megtaláltok, lájkoljátok, hogyha igen tetszett, kommenteljetek, amit mondtam nektek, és lesz még ilyen mindenféleképpen. Szervusztok gyerekek!